Hello, sziasztok! Jumpi vagyok Rakamazról, és mivel ugye én autókereskedő vagyok, engem igen bánt az, hogy nagyon sokan leértékelik és bántják az autókereskedőket, mert hogy az autókereskedők szélhámosok. Egy pár dolgot szeretnék elmondani, ami lehet, hogy sok embernek elkerülte a figyelmét. Például az, hogy ha bemegyünk egy autókereskedésbe, akkor hány autót láthatunk? Akkor ugye nem csak egy autót látunk, mert elmegyünk egy magánlakáshoz, akkor megnézzünk egy autót, ha nem tetszik, mehetünk a következőhöz. Ha az sem tetszik, megint mehetünk a következőhöz, és ha az sem tetszik, akkor megint mehetünk a következőhöz. Ez rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg feleslegesen eltöltött munkaidő, és egy kereskedésben egyszer látunk 10-20-30 darab, 40 darab autót, amiből lehet válogatni. Lehet, hogy nem tetszik egy sem, de rögtön lesz egy összehasonlítási alapunk. Egy pár dolgot összeírtam, ami nagyon sok kocsiban hiányzik, ami nem kereskedőnek a kezén vegyen keresztül. Például nagyon sok kereskedő kitisztítja a kocsinak a belsejét egy ózonos levegőtisztítóval. Mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok kereskedő, ellenben a magánemberekkel, ahol nagyon-nagyon kevés kocsi van kitisztítva. Mi nekünk sok ember, sok vevőnk meg is kérdezi, hogy miért van ezekben a kocsikban ilyen furcsa szag. És én mondom, hogy ki van takarítva a belseje egy speciális levegőtisztítóval. Igaz, hogy ezt a technológiát, a Covid hívta fel a figyelmünket, de lényeg az, hogy rájöttünk, és mi is kedvezünk a vevőinknek azzal, hogy kitakarítjuk a kocsit nem csak fizikálisan, nem csak megmossuk, kitakarítjuk, kiporszívózzuk, leápoljuk a belsőt, hanem kitakarítjuk a belső teret is, hogy aki megveszi, az nyugodt szívvel tudjon beleülni. Emellett a következő fontos dolog, hogy a kereskedők megszokták most a kocsinak a motorját, és nagyon sok magánember nem foglalkozik ezzel. Mint hogyha ez bűn volna, meg ártana a kocsinak. A motor is pont úgy igényli a takarítást, mint a kocsinak a külseje vagy a belseje. Azon felül nagyon sok kocsit veszünk ugye magánembertől, mert mi mind a két oldalán állunk a kereskedői láncnak, mi veszünk is kocsit és adunk is kocsit, és nagyon sok kocsiból a tartozékok hiányoznak vagy hiányosak. Azt is a kereskedők pótolják utána, mert a magánember kiteszi a garázsba, ott hagyja, nem foglalkozik vele. Tehát mennyi minden olyan dolog van, csak arra akartam felhívni a figyelmet, amit a kereskedők pótolnak bele egy autóba, és mégis rossz szájízzel vannak irántuk az emberek. Biztos, hogy közöttünk is vannak, akik nem korrektek, de úgy gondolom, hogy az általánosítás azért az nagyon, nagyon bántó dolog. Várom a reakciókat. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, jó utat kívánok mindenkinek!